Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon, mint ahogy a címből is láthatjátok, ma sminkelni fogunk, méghozzá Rossmanos újdonságaimmal, amiről az előző videóban már meséltem nektek, de ma igazából kipróbáljuk élesben is, nem csak swatcholunk, meg elmondom a véleményemet, hanem láthatjátok is, hogy hogy működik rajtam. Itt az elején leszögezem, hogy nem szponzorált videó, saját pénzemen vásároltam, hogyha nem láttátok volna az első videót, vagyis a Rossmanos hol videót. Nincs rajtam semmilyen smink, ez natur állapot, annyi, hogy egy arctisztítóval végmentem az arcomon. Egy nagyon egyszerű sminket szeretnék elkészíteni, igazából a termékekre vagyok kíváncsi, tehát most ez nem lesz ilyen, tudom én, ilyen árnyékolás meg ilyenek, hanem hogy működik az arcomon, és hogy milyen színeket választottam, mennyire illik hozzám, mennyire sikerült kiválasztanom, ugye interneten rendeltem mindent, és ezt fogjátok látni. Egy kicsit gyorsítani fogok, az arcomat elő fogom készíteni egy primerrel, méghozzá a Farmasinak a primerével fogom használni, és utána fogom felvinni a BB krémet, amiben már nagyon kevés van, szintén a Farmasi BB kréme is Isten király BB krém, tehát ilyen jó BB krémet én még soha nem használtam, és újra fogom rendelni, hogyha ez elfogyott. Szóval, ha ez megvan, akkor jövök vissza. Elkészültem az alapfelvitelével, amit mutattam nektek termékekkel. Most be van borulva az ég. Az előbb kisütött a nap, szóval ilyen kis fény csóvák lesznek itt a videóban, hol elmegy, hol, látjátok, most kivilágosodott az arcom. Egyszerűen nem tudok máshol videózni, de remélem ez nem zavar majd titeket. Szóval itt van a ropogós friss csomag, nem tudom, hogy mutattam-e, most megint barnább lett a fejem, ezek a fényviszonyok. És ezek megint ilyen alaptermékek lesznek, tehát lesz egy púderünk, egy spirálunk, egy szemöldökformázónk, egy szájkontúrunk, egy pirosítónk és egy korrektorunk. Rengeteg ajánlás jött, na végre sikerült kimondanom, korrektor ügyben, sokan Catrice, sokan pedig Essence korrektort javasoltatok, és végül az Essence mellett döntöttem, remélem jól döntöttem. Az Essence-nek ez a kamuflázs korrektora, ami most már ilyen matt korrektor, tehát ez egy ilyen plusz dolog az egészben. Ráadásul vízálló, és még állítólag a tetovált bőrt is, vagy ahova van tetoválva, még azt is elfedi, tehát extra nagy a fedése, hosszantartó, és az én árnyalatom az a 23-as Warm Sand, tehát ez a meleg homokszín. Nézzük, hogy jól döntöttem el, mert hogy ugye még nem próbáltam ki. Hát lehet, hogy picit világos lesz, majd kiderül. Fogom túlzásba vinni, mert nem tudom, hogy milyen a fedése, úgyhogy három kis csíkot fogok első körben ide rakni, és rakok ide is egy kicsit, és majd meglátjuk, meg ide a kis szemzugba is. Néha ide besüt a nap, néha nem. Megpróbálok nem közel menni a kamerához, mert akkor mindig elviszi a fényt. Fogom csinálni, hogy ezt az oldalt ecsettel fogom eldolgozni, a másikat pedig blenderrel, a beauty blenderemmel. Jó, az már biztos, hogy sokat raktam belőle, tehát ebből kevesebb is elég, mert elég tömény ez a termék. Na, közben eszembe jutott még egy dolog, hogy a bőrhibákra is rakhatnék. Mondjuk nem tudom, hol van rajtam bőrhiba. Itt van egy kis dolog, illetve itt a szemöldököm alatt van egy kisebb. És ennyi, úgy látom. Hát ezt nem teljesen fette el. De a szemöldököm alatt ott igen. Nem rossz, nem rossz. Tetszik, amit látok. Frissebbnek tűnik az arcom, de azt nem mondanám, hogy jobb, mint a Maybelline-é. Hát egynek elmegy. Szerintem a színe is illik az arcomhoz. Jó, a következő termékünk az a Lovely-nak, ez a rizs púdere. Egy kicsit olyan vaníliás, kókuszos illatra emlékeztet. Ott szerettem volna már egy olyan púdert, amit bármikor tudok használni. Értsétek úgy, hogy nyáron, télen, ősszel, tavasszal. Ugye mindig változik az arcszínem, nyáron barnább vagyok, télen kevésbé, és ugye ez mindig azzal jár, hogy másfajta púdereket kell használnom, hol világosabbat, hol sötétebbet. Na most ez elvileg ugye ez egy fehér púder,
És azt ígéri ez a púder, hogy minden arctípushoz illeszkedik, illetve minden színhez. Tehát felveszi a bőröd színét, magyarul egy ilyen transzparens púder, remélem jól mondtam. És elég sokat várok tőle, mert majdnem 1700 forint volt, tehát viszont a Krémmánián olvastam, és minden terméket egyébként onnan szoktam úgymond egy kicsit leellenőrizni, hogy mennyire szuper. Szóval írták rengetegen, hogy árérték arányban nagyon jó, és nagyon sokáig kitart. Csak kíváncsiságból, így fehér, hogyha az ujjamot belerakom, na de nézzük így. Azt nem mondom, hogy teljesen ilyen áttetsző, egy picit világosítja az arcbőrömet, viszont teljesen jó. Egyértelműen világosítja a bőrünket, vagyis legalábbis az enyémet, de viszont mattítja is. A púder eddig nekem bejött, biztos, hogy fogom használni sokáig. Púder után jön a pirosító. Pirosítókkal hadilában állok, igaz, hogy Beauty Addicó küldött nekem a múltkor kettőt, de az egyik rózsaszínes, a másik kicsit sötétebb, és egy ilyen barackosabbat szerettem volna. És erre esett a választásom a Rival Loves Me-nek erre a mono pirosítójára, méghozzá a 02-es világos barack árnyalatra, amely hangsúlyoz és frissíti a tónust. Elvileg ezek a mono pirosítók nagyon jók, az Essence-nek is, úgy hallottam, de én most ezt választottam, és ugye szintén internetről rendeltem, nagyon kis cuki, egy szívecske van benne, egy swatchot, nagyon kis pöpec, kis konszolidált színe van, és ide az almácskákra rakok belőle egy picit, kis kellemes, kis semleges illata van. Visszafogott, de mégis ott van, ahol lennie kell. Ezáltal jól építhető. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Most nem fogunk használni bronzert, ezt bronzerként végig fogom itt húzni. Egy picit rózsaszínes ez is, tehát ez se teljesen az a barackos, de nagyon-nagyon tetszik. Eddig okés minden. És jön a következő. Az a Catrice-nek ez az Eyebrow Stylist szemöldök formázója. Egyébként én a Rival Loves Me-nek a gel ceruzáját használom már évek óta, de egyszerűen nem volt a webshopon, vagy nem tudom, hogy árulják-e még, vagy nem találtam. És ez egy ceruza, aminek ugye az egyik végén van maga a ceruza, a másik végén pedig egy kis kupakkal a szemöldök fésű. Most én előbb akkor ezt kipróbálom. Kicsit egyenesbe hozom a szemöldökömet. Wow, ez tök jól fésül. És nem olyan nagy, orbótlan, brutális nagy a keféje. Na, merre illesztjük? Illesszük? Így. Hát a szemöldökömet növesztem, de hát tudjátok, hogy soha nem arra nő, amerre kéne. A szín az nekem a 035-ös Brown Eye Crown nevezetű. Megmondom őszintén, hogy mikor ezt rendeltem, még nem volt befestve a hajam, és sötétebb volt, és most félek, hogy ez sötét lesz nekem. Na, nézzünk egy swatchot. Elsőre így nem tűnik valami bizalomgerjesztőnek, mert hogy alig fog. De lehet, hogy csak ugye állt egy kicsit még. Aha. Szóval, mutatom. Itt van. Hát olyan barnás, szürkés, de elég sötét barna, úgyhogy én most azt fogom csinálni, hogy megpróbálok szálakat húzni vele. Igen, szerintem ez egy picit sötét nekem, de egyébként teljesen jól lehet vele dolgozni. Nem túl puha, nem túl kemény, úgyhogy szerintem eddig ez is oké és rendben van. Na, hát igen, tetszik. Na hát ilyen lett, lehet, hogy egy kicsit vastag lett az eleje. Most azon gondolkozom, hogy ezzel a fésűvel egy kicsit rendezgetem még itt a szálacskákat.
hogyha választanom kéne, hogy ezt a szemöldök ceruzát választom, vagy a rivál az miét, akkor egyértelműen azt választanám. Nem tudom, még barátkoznom kell vele. Most kicsit úgy érzem, hogy lehet, hogy vastagra is csináltam, meg talán sötét is hozzám. Hát ez most így marad. Ettől nem vagyok elájulva. De döntsétek el, írjátok meg a komment szekcióba. Mint mondtam, nektek most nem fogunk árnyékolni, csak is felviszem ezt a szemhéjpúdert, és ennyi kb. Következzen egy szempilla spirál. Ildikó Beauty csatornáján láttam, hogy áradozik róla, és úgy voltam vele, hogy nekem is ki kell próbálnom. Pedig nem más, mint a Lovely-nak a Vampire Lashes, azaz az ilyen vampír szempillák. Piros, nem bontottam még ki. Nézzük meg akkor, milyen a keféje, nagyon kíváncsi vagyok. Hajlított kefe, és kíváncsi leszek, hogy hogy működik, mert neki nagyon jól működött. Úgyhogy nézzük is meg először egy rétegben. És pont oda illeszkedik a szem. Pillámhoz, de így nem tudok közben beszélni, úgyhogy kispirálozom is, és majd elmondom a véleményemet. Amit itt láttok, az egy réteg, és iszonyatosan megemeli a pillákat, és hosszítja is. Egyelőre nem látok összeragadást itt a végénél egy picit, de az az én ügyetlenségem volt. Amiatt, hogy ilyen kis ívelt a kefér, nekem egy picit nehezebb így kifestenem, főleg itt a belső résznél, meg a külsőnél inkább. Jó, akkor rakjunk fel egy második réteget. Hú, ez nagyon tuti. Olyan, mintha műszempillám lenne, nem tudom, hogy mennyire látjátok. Nem kentem föl, nem maszatolódott el. Na, ez két réteg. Egyedül, ami nem tetszik, hogy ez itt egy kicsit összeragadt. Brutális nagy. Ez az oldal valahogy itt nem jött be, de a másik oldalon már szépen ki tudtam festeni. És olyan, mintha műszempilla lenne rajtam, és ahogy pislogok is, érzem, hogy ott van. Na, értitek, hogy mondjam. Nem rossz egyébként, meg így tetszik egyébként, csak szokatlan, mert én ahhoz a pillákhoz vagyok szokva, amik ilyen tök egyszerűek, de egyébként nem rossz. Csak ez itt nem tetszik ez a részben. Próbáltam itt kiavítani, de itt nagyon összeragadt, és olyan, mintha egy ilyen tusvonal keletkezett volna. Okés. Na, közben elkezdett sütni a nap. Az utolsó termék, ami a tasakban van, egy száj kontúr ceruza, méghozzá az Essence-nek a Stay 8 órán át lip liner, tehát 8 órán át tartó száj ceruzája, Stay 8 hour lip liner, waterproof, tehát vízálló, és sharpenerrel hegyezővel, hol a hegyező? A végén, csajok, hegyezője is van, és az én árnyalatom a 02-es Just Perfect. Egyszerűen csak tökéletes. Úgyhogy reméljük, hogy tényleg ilyen lesz. És érdekes, mert ez a kicsavarós, és mégis van hozzá hegyező. Na, ez nagyon szuper. Mutatok egy swatchot. Ó, nagyon puha. És én ezt kifejezetten, itt lesz, a MAC Rouge-omhoz választottam, ami egyébként már nagyon-nagyon fogy, hiszen ennyi van belőle. Ez a kedvenc rúzsom. Mindig ezt használom, pedig senki nem látja a maszk alatt. Mindegy, a tudat, hogy rajtam van, nekem jól esik, és a lelkemnek. Úgyhogy ki fogom próbálni most először az ajakkontúrt, és utána fogok rúzsozni. Szerintem a színe az nagyon kis, szuper. Kicsit sötétebb, mint a kupakon lévő, én úgy gondolom. Az, hogy 8 órán át tart-e, az fogalmam sincs, meg hogy vízálló is. Én most úgy döntöttem, hogy az egész ajkamat kiszínezem vele.
Nagyon könnyű volt vele dolgozni, nagyon puha, de nem az a vajpuha. Szóval igen, tetszik ez a ceruza, és biztos, hogy nagyon sokat fogom használni. Akkor rákenem most a mekrús, mert mindenképpen szerettem volna egy kis velvetted itt így a végén. Mostanában ezt a módszert szoktam alkalmazni, tehát nem ez, hogy így rúzsozok, hanem egy ilyen ajakbiggyeztéssel, úgymond minél természetesebb legyen rajtam a rúzs, tehát csak így kb. Ennyi a rúzsozási technika. Hát el is készültünk ezzel a sminkkel. Nekem nagyon tetszik a végeredmény, leszámítva ezt a kis szempilla részt. Talán a szemöldökön vastag lett, lehet már egy kicsit túlzás is. A rúzs az nagyon tetszik, ez az összhatás. A pirosítóval is meg vagyok elégedve, a púderrel is meg vagyok elégedve. Igazából úgy gondolom, hogy annyira nem lőttem mellé se a színekkel, se a termékekkel, de majd írjátok meg kommentbe, hogy nektek tetszik a végeredmény. Használjátok-e bármelyiket ezek közül? Ha igen, mi a tapasztalatotok? Remélem, jól mondtam, tapasztalatotok, igen. Ja, rakok be egy pár fotót, videót, ahol fénynél láthatjátok az elkészült sminket. Remélem, tetszett nektek ez a videó, és ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Jövök majd, nem tudom milyen videóval, de majd jövök. Addig is további szép napot kívánok nektek. Sziasztok! Sziasztok, este 8 óra 25 szerettem volna bejelentkezni és megmutatni nektek, hogy áll a mai smink, amit felvittünk. Én azóta nem nyúltam hozzá. Hát picit már zsíros az arcom a púder, de szerintem ez nem vészes. 8 óra hosszát volt rajtam, és mit nem mondjak, még mindig matt az arcom. Tehát én azóta nem nyúltam ugye az arcomhoz. A rúzs az már totálisan lekopott, és a szájkontúr is, tehát ez 8 órát nem hinném, hogy kibír. Ittam, ettem azóta természetesen. A szemöldököm itt egy picit már elmosódott, de a spirál még mindig tart, és talán még a szemhéjpúder, ami egyébként tudjátok pirosító volt, még az is tart mindig. Szóval ennyi, így néz ki 8 óra elteltével az arcom, és teljesen meg vagyok vele elégedve, főleg a spirállal.